Koncerttel és tűzijátékkal zárult az idei játékfesztivál a szabadtéri színpadon. A játék mindörökké szlogán jegyében június 14-e és 17-e között csütörtöktől vasárnapig sportesemények, kiállítások, koncertek és gyermekjátékok sora várta az érdeklődőket. A Pápavárosi Televízió végigkövette az eseményeket, felvételeinket Kosztolányit idézve, zenébe és képbe foglalva mutatjuk most be. Kiskoromban erőszeretettel gyűjtöttem a Teenage Mutant Ninja Technőcöket és a G.I. Joe-kat. Most már a játék halatán manapság inkább a zenei dallamok játéka az, ami inkább körbefonja az életünket. Természetesen ez nem csak a kicsikről szól, meg a játékról szól, hanem felnőtt programokról is. Minden plakáton olvashatták ezeket, és ilyenkor a megnyitó az egy tulajdonképpen protokoláris vendégköszöntő, és enélkül ugye nem indul el semmi, hogy nem mondjuk azt, hogy ezennel a játékfesztivált megnyitom. Ezért mindenki az utánam következő produkcióra vár, nem is húznám az időt, kimondom a bűvös mondatot, ezennel a játékfesztivált megnyitom. Jó szórakozást, minden jót kívánok! Köszönöm a korán elhalt tapsot. Sziasztok! Néhányan értették a célzást. Nem vagyok politikus, de azért meg lehet tapsolni. Sőt! Meg lesz az, gyerünk, segítsük a Lacikát, fel kell már csak állni a hordóval. Gyerünk, Lacika! Ott a harmadik, egy nagyon nagy tapsodat kérünk neki. Végre idén most megadatott a lehetőség, hogy eljöhettünk ide Pápára, egy nagyon szép környezetben lesz a koncert, a fellépésünk. Idősebb testvéreimnek a játékait örököltem meg, tehát amik megmaradtak. Matchboxok javarészt és gombfoci. Platán sertésragú, bakonyalja módra, zöldséggel dúsítva és kabanosszival bolondítva.
Az idei évben a két turnyolki óvrának szeretnénk adományokat gyűjteni. Kültéri mozgásfejlesztő eszközöket szeretnénk belőle venni, tehát ezt értem bicikli, roller, dömper és egyéb mindenféle hasznos dolog. Valamennyünk nevébe köszönjük meg azoknak, akik lehetővé tették munkájukkal, hogy ezt a három napos nyárköszöntő ünnepet itt Pápán együtt eltölthettük. Köszönjük szépen a szervezőknek, köszönjük szépen azoknak a szervezeteknek, akik közös rendezvényt szerveztek. Velünk köszönjük a Mini Olimpia külföldi és magyar résztvevőinek. Egy szóval köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy három napig jól érezzük magukat. Én ezzel az idei játékfesztivált bezárom, és kezdődjék a tűzijáték. Köszönöm szépen! A játékfesztivál egyes eseményeiről következő adásainkban részletesen is beszámolunk majd. A 175 éves református főiskolai nyomdának állított emléket idén Pápaváros napja. A június 16-ai több mint egy évtizede hagyományos városi ünnep helyszíne ezúttal a református gyűjtemények volt. A rendezvényen kiállítással és konferenciával emlékeztek Pápa legjelentősebb nyomdájára. Június 16-a, Pápaváros napja, az 1848-as első helyhatósági választásoknak állít emléket azzal, hogy a város történelmének, életének egy-egy fontos állomása szereplője előtt tiszteleg az ünnepi program. Fontosak a helyi ünnepek, mert fontos igazodási pontok, identitásképző erőt jelentenek. Június 16 pedig különösen azért fontos, mert ez a helyi önkormányzat megalakulásának a napja. 1848. június 16-án választottak a pápaiak először helyhatóságot, és ez egy a helyi demokráciában, helyi közösség életében egy olyan fontos dátum, amit mindenféleképpen meg kell őriznünk. A városnapi rendezvény a jeles évfordulókról való megemlékezéssel vált meghatározó ünneppé. Gazdag a városunk története, minden évre esnek évfordulók. Például ilyen volt, amikor a pápai céhek történetét dolgozták fel az előadók abból az alkalomból, hogy a pápai Szabó cé az első ismert pápai célevél kibocsátásának volt 480 éves évfordulója.
idén a főiskolai nyomda történetével foglalkoznak majd leginkább az előadások. A magyarországi nyomdászat történet szempontjából Pápa az egy kiemelt település, hisz itt, ahogy Hudi József is elmondta, már az 1570-es években Huszár Dávid és Huszár Gál nyomdát működtetett, a református nyomda pedig a 19. század közepétől kezdve a Dunántúl egyik legnagyobb nyomdájaként működött. A pápai református főiskolai nyomda idén ünnepli létrehozásának 175. évfordulóját. E jubileum adta a Pápaváros önkormányzata, a pápai református gyűjtemények és a Pápai Művelődés Történeti Társaság által szervezett ünnepséggerincét. A rendezvény a főiskolai nyomda korabeli dokumentumaiból és az üzem által készített kiadványokból összeállított tárlat megnyitásával kezdődött. A kiállítást dr. Hudi József levéltárvezető mutatta be. A tárlókban elhelyezett anyagok között kiemelkedő jelentőségű az a kiváltságlevél, melyel 5. Ferdinánd 1837-ben engedélyt adott a Dunántúli Református Egyházkerületnek a nyomda létrehozására. A pápán készült kiadványok közül számos érdekességet is bemutat a kiállítás, többek között tankönyveket, nyomtatványokat, plakátokat, hírlapokat. A kiállítás megnyitót követő ünnepi konferencián a pápai nyomdai kezdeményezésekről, a református főiskolai nyomda történetéről és működéséről dr. Hudi József tartott előadást. Mint mondta, ez a nyomda a város legfontosabb és legnagyobb teljesítményű nyomdája volt. Már 1814-ben fölmerült az a gondolat, hogy az egyházkerület hozzon létre egy nyomdát. Ekkor anyagi megfontolások miatt nem folyamodtak nyomda engedélyért, viszont 1835-ben a Szent Gálon tartott közgyűlésen az egyházkerület elhatározta a nyomdának a létrehozását. Magát, a privilégium levelet 1837. január 5-én állítottak ki, 5. Ferdinánd Bécsben, Ferdinándus egy szavas aláírása szerepel is az oklevél végén, illetve az oklevél megemlíti a kancellária főtisztségviselőit is. A sikeresen működő főiskolai nyomdát többször fejlesztették. 1858-ban gyorssajtóval látták el, 1897-ben modernizálták, 1904-ben villamosították, majd 1926-ban saját könyvkötészetet hoztak létre, 1928-ban pedig egy nagy teljesítményű szedőgépet helyeztek üzembe. Derült ki a részletes előadásból. Ma még igazából nem tudjuk felmérni azt, hogy a református főiskolai nyomda milyen teljesítményt mondhat magáénak, tehát hány kiadvány, hány könyv, hány hírlap született meg. Igazából csak az 1860 és 1920 közötti időszakról készült részletes felmérés. Ebből sejteni lehet a nyomda tevékenységének a nagyságrendjét, ugyanis 21 hírlap és folyóirat jelent meg ezen időszak alatt, és közel 1200 önálló kiadvány, tehát ez hatalmas teljesítmény. Az üzemben készített kiadványok megrendelői között az egyházközségek, egyházmegyék mellett Pápavárosa, a vármegye hivatalai és számos egyesület magánszemély is szerepelt. Az 1838 és 1949 között működő főiskolai nyomda vezetői közül kiemelkedett Kis Tivadar, aki 1892 és 1924 között irányította az üzemet, és jelentős sikereket ért el a fejlesztések és a működés terén. Az ő munkásságáról tartott előadást Mezei Zsolt főkönyvtáros. Kis Tivadar neve azért fontos, mert közel 30 éven keresztül az ő kezelésébe volt tulajdonképpen a főiskolai nyomda, illetve ő volt a nyomdának a megbízott felügyelője, és ő ugyan nem volt nyomdász, mert igazság szerint ő textilkereskedőnek tanult, de soha nem dolgozott a tanult szakmájába, mert 1889-ben, mikor Bécsből, a bécsi tanulmányai után visszatért pápára, akkor könyvéspapírkereskedés üzletet nyitott, és 1892-től vette át a főiskolai nyomdának az irányítását, és igazából hát ő nem volt nyomdász, tehát úgy szakmailag nem értett hozzá, de kiváló üzletember volt, és nagyon jó üzleti érzékkel vezette 1924-ig a főiskolai nyomdát.
A városnapi konferencia másik kiemelt témája a nyomdatechnikához kapcsolódva a helyi hírlapirodalom történetének felelevenítése volt. E témában tartott előadást dr. Áldozó Tamás polgármester, közélet és hírközegek címmel. 1870-es években kezdődött meg a Veszprém megyei hírlap irodalomnak a története, és az a történet Pápán kezdődött, és az első lapok születésének a körülményeiről, feltételeiről fogok majd én beszélni. Mely lapokról van szó? Pápa és Bakony vidéke, pápai lapok, magyar vidék, ezek voltak az első pápai sajtótermékek. A polgármester úgy fogalmazott, a helyi hírlapok megítélése korról korra változott, ám jelentőségük, feladatuk ma is ugyanaz. A 19. századi és 20. századi állapotokat sem lehet már összehasonlítani. Hogy csak egy példát említsek, a 19. században nem léteztek olyanok, hogy megyei lapok, hanem csak helyi lapok voltak, és a helyi lapok összessége kínált egy olyan kommunikációs felületet, amin aztán lehetett beszélgetni, írni, vitatkozni. De ez a mai értelmünkkel hihetetlen lassú kommunikáció volt, hisz akkor, amikor az internetes felületeken ezt akár percről percre megtehetjük, ez annak idején heteket, hónapokat vett igénybe. Ugyanakkor nagyjából ugyanazzal a szándékkal működtek már akkor is a lapok, tehát egyrészt a helyi közösségnek a tájékoztatása, illetve attól függően, hogy ki volt a tulajdonos, a kiadó, a helyi közvéleménynek a véleménynek a formálása volt elsősorban a szándéka ezeknek a lapoknak is. Ezek örök érvényű dolgok, a sajtó ilyen szempontból örök, mert ugyanazt a funkciót látja, csak kicsit megváltozott eszközrendszerrel, mint amit akkor is tett. A helyi hírlapirodalom egy különleges darabját dolgozta fel előadásában Horváth László Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányfői tanácsadója, egyetemi docens. Az egykori tűrös diák a pápai diákújságok világát tekintette át. A pápai diáklapokról fogok beszélni. 1963 és 66 között volt egy kiváló lap a Molnár Zoltán szerkesztésébe, akit én még ismertem is, erről nagyon személyesen fogok nyilatkozni, majd a úgynevezett hűség, nem mindig ezen a néven jelent meg, honismereti lapról, ennek ugye a mentortanára a Tungli Gyula volt, és végül a Pacáról, ami hát 18 évet ért meg, ez nem csak hogy pápa történetébe példát, hanem szerintem nincs az országban olyan diáklap, amely ilyen hosszú ideig fennmaradt volna, és hát négyszer nyert el az ország legjobb diáknap címet. Az előadó szerint a diáklapoknak szocializációs jelentősége van, nem pedig az a funkciója, hogy kinevelje a következő újságíró társadalmat. A jó diákújság ismérveit pedig így határozta meg. Humorosnak, még azt is mondanám, hogy rafináltnak, talán ez a legjobb, vagánynak kell lenni. Tehát ha a diákújság az idősebb, a komolyabb korosztályok és a professzionális sajtót utánozza, az nem feltétlenül szerencsés, hanem olyan egyéni színeket kell bevinni, ami a diákok, hát hogy mondjam, életéből fakad, meg kell őrizni azt a diákos csibészséget és vagányságot, ami amúgy benne van a diákok életében. A konferenciát követően városépítő gróf Eszterházy Károly püspökért mondott ünnepi szentmisét dr. Majel József apát plébános a Nagy templomban. Ezzel zárult idén is Pápa városnapja. Az Újházcentrum Pápa Kft. Egy nyílt napot rendezett, amikor is az összes gyártó, akivel kapcsolatban vagyunk, és viszonteladó megjelent, és egy szakmai napot rendeztünk, amikor is a lakásfelújítóknak, viszonteladóknak és érdeklődőknek, álmodozóknak rendeztünk egy bemutatót, amiben találkozhattak a termékekkel és azoknak a felhasználásával is. Milyen cégek jöttek ma el ide? Cserépgyártó cégek, a betoncserépgyártó cégek, falazó anyaggyártó cégek, festék gyártó cégek jöttek el, valamint a szigetelő víz és hőszigetelő cégek, mondhatnám a gyártók közül az Itongot, a Mediterránt, a Bramakot, a Kreatont és a Tondakot, a cserépgyártók közül, a téglagyártók közül pedig a Leyert és a Wienerbergert.
valamint a festékgyártók közül a Polifarbe Kft-t, akik színvonalas gyakorlati bemutatóval tették színessé a Déllőttöt, valamint az Ikopál Kft., akik szakmai, elméleti és gyakorlati előadást is tartottak. Miért tartják fontosnak, hogy ilyen programot tartsanak? Az emberek szeretnék felújítani a lakásaikat, vagy éppen új házakat építeni, de nem merülnek el részletekbe teljesen, és ezért egy kis ízelítőt is szeretnénk adni szakmai bemutatókkal, amelyek egy kicsit jobban szakértővé teszik a beruházókat, és nem hisznek el mindent a szomszédnak, meg a második szomszédnak. Így például a MAPEI Kft. Is, aki ragasztástechnikával és burkolástechnikával foglalkozik, színvonalas szakmai előadást son tette lehetővé azt, hogy megismerkedjenek a beruházók és építetők az anyagokkal. Aki nem jött ki a mai napon, az hol találja meg önöket, és itt a telepen milyen kínálattal várják? Az Ipari Parkban, a Kopja utca 5 szám alatt találnak meg bennünket, régóta működünk, csak mivel csatlakoztunk egy régóta működő beszerzési társasághoz, ezért a nevünket is ennek szellemébe változtattuk meg, és Újházcentrum Pápa Kft. Vagyunk, a régi horvát tüzét telephelyén találnak meg bennünket, és a szerkezeti anyagoktól kezdődően a festékárokig, ragasztástechnikáig, szerszámokig mindent találnak nálunk. Egy jelentősen leromlott állapotú, közel 9 kilométeres útszakasz újul meg a következő 3 hónapban Pápa és Szélsárkány között. Az útfelújítás az Újszécsényi terv Közép-Dunántúli regionális operatív program keretében Európai Uniós forrásból, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával mintegy 878 millió forintból valósul meg. A projektindító rendezvényt június 14-én tartották a munkaterületen, a kivitelező pedig másnap meg is kezdte a munkákat. Pápa és Szélsárkány között eddig 60-as sebességkorlátozó táblák figyelmeztették a gépjárművezetőket a rossz minőségű, kátyús, nyomvájús, sok helyütt balesetveszélyes utakra. A KDOP vonatkozó pályázata keretében a Közép-Dunántúli régióban most közel 200 kilométernyi út felújítása valósulhat meg, köztük a Pápát Szélsárkánnyal összekötő mellékút 8,8 kilométeres szakasza. Itt keretmegállapodás és közbeszerzés alapján választottuk ki a konzorciumot, és utána a konzultációs eljárás egy újabb körös közbeszerzéssel egyeztünk meg itt a munkának a mikéntjéről, és kötöttünk egy szerződést, amit természetesen jóvá hagyott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, minisztérium, minden hivatal, és így értünk el a mai napig, amikor a munkaterületre tudjuk adni a konzorciumnak a munkát, amiből is a kivitelező majd a Közgép ZRT lesz a konzorcium alkotói közül. Ez egy 8,8 km, mint ahogy ön is mondta, a 83-as úttól egészen Marcoltő határáig el fog érni. Nagyon-nagyon rossz állapotban az út, nagyon már ráfért a felújítás, több mint 800 millió forintból fogjuk az utat megújítani. A felújítandó úton a jelenlegi aszfalt burkolat jelentősen leromlott, teherbírása a forgalmi igényeknek nem felel meg. A szakemberek ezért a munkálatok során útfelújítást, aszfalt burkolat építést, valamint 4 helyen buszöböl építést végeznek el. Egy teljes körű felújításra kerül itt sor, a meglévő burkolat hideg remix eljárással lesz felújítva. Ez azt jelenti, hogy a meglévő pályaszerkezet bedarálásra került cementes stabilizációval együtt, és erre 2 réteg aszfaltburkolat kerül, egy 6 cm-es kötőréteg és egy 4 cm-es kopóréteg. A felújítások célja elsősorban a környéken élőknek munkát biztosító Pápa, Ihász és Marcaltő megközelíthetőségének, közlekedésének, a külterületi, valamint átkelési szakaszok közlekedés minőségének és térségi elérhetőségének javítása, jobb utazás, kényelmi és forgalombiztonsági feltételek biztosítása és a területi felzárkóztatás. Mi örülünk ennek, hiszen ez a Pápa és agglomerációban egy mintegy 40-50 ezer embert érint, a város megközelíthetősége, iskolába járás, tehát fontos ez, és a teherforgalom szempontjából a Rábaud elkészültével meg fog növekedni a forgalom. Az egy olyan úton, ahol egyébként ez eddig az útjavítás azzal oldották meg, hogy hitették a 60-as táblát, azon szétesne a termék meg az autó is. Most egy jó minőségű úton lehet közlekedni. Eddig gyakorlatilag a megyében a súlypont az a déli része, a Balatonpart környékére, Tapolca-Ajta környékére helyeződött, és gyakorlatilag az észak-déli irány az hanyagolt volt, ha szabad ezt a kifejezést használni.
Most ezzel az új felújítással, amely a Kupi Bakonypölöskei rész megújításával, a 83-astól a Rába hídig történő felújítás, gyakorlatilag egy észak-dél irányú teljes felújítás történik. A Rába híd is kész lesz szeptemberre, ez az út is kész lesz szeptemberre, tehát mondhatnám azt is, az Iászi csata ismét elkezdődik, csak most egy nem valódi csata, hanem egy útépítés. Ez az első szakasz itt, ez a 83-astól a Marcaltői hídig, az mintegy 9 km, illetve a második építési ütem emellett párhuzamosan, az pedig a Bakony-Pölöske kúp rész, és így a 8-astól induló Noszlopig már rendben van, onnan a következő szakasz Pápáig rendben lesz téve, illetve az elkerülő út az új, és innentől a Rába hídig megint kész lesz egy szakasz, tehát az észak-déli irány készen van. Gyakorlatilag a megye határon túl a Győr irányába kell már az utolsó szakasz megcsinálni, és akkor minden rendben lesz. Dr. Kovács Zoltán az útfejlesztése kapcsán tájékoztatott. A 83-as számú főút Pápa-Győr közötti szakaszának felújítása tekintetében elmondható. A tanulmánytervek elkészültek, jelenleg a kisajátítással és a nyomvonalbiztosítással kapcsolatos eljárások folynak. ’12-ben általános tisztújítás volt az evangélikus egyházban. Ez érintette az egyház egész szervezetét és minden szinten a tisztségviselők újra, illetve megválasztását. A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese ismét Polgárdi Sándor lett, akit szombaton pápán iktattak be hivatalába. Orgonaszóra vonultak be az egyházmegye lelkészei, az iktató lelkészek, Polgárdi Sándor esperes, Hen László egyházmegyei felügyelő, Szemerei János a nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, valamint a történelmi egyházak képviseletében Lentulai Attila református esperes, Szakács Gergely református lelkész, Csernai Balázs káplán és Bonc Zoltán baptista lelkész, de részt vett az eseményen Unger Tamás alpolgármester is. Erős vár a mi Istenünk, csendült fel az ének a templomban, mely az evangélikusok hagyományos köszöntése is. Ezután Pápaváros Bárdos Lajos vegyeskara szolgált, majd Szemerei János hirdetett igét. A püspök elmondta, hogy az összes egyházmegyében most zajlanak a beiktatások, melyek jó alkalmat adnak a találkozókra, a gyülekezetek építésére. A történelmi felekezetek közül mi vagyunk a legkisebbek, és a kisebbség, a szétszórtság az egy külön teher, hiszen a kapcsolatok ápolása az sokkal több energiát, sokkal több időt igényel, és ilyen értelemben, mint nem tömbökben vagyunk, ezért a lesodródás, lemaradás, elkallódás veszélye sokkal jobban fenyeget bennünket. Ugyanakkor a kicsiségünkben pozitív dolgok is vannak, hisz jobban ismerjük egymást, és remélem, hogy ez a kisebbség, ha párosul azzal, hogy szeretettel, törődéssel fordulunk egymás felé, akkor az a közösségeink javára válhat. Az evangélikusoknak is, épp úgy, mint más felekezeteknek, szembe kell nézniük az idősödő gyülekezetek problémájával. A Veszprémi Egyházmegye a mi kerületünk legnagyobb gyülekezet számmal rendelkező egyházmegyéje. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ebben az egyházmegyében is tapasztaljuk azokat a nehézségeket, gondokat, hogy főképpen a kis településeinken eléggé fogyatkozik a létszám, hisz elköltöznek, a fiatalok már nem jönnek vissza, nem ott nevelik a gyermekeiket, és van egyfajta ilyen átrendeződés a városok felé, és emiatt nyilván nem egyforma cipőben járnak a különböző gyülekezeteink. Vannak örvendetesen növekedő közösségeink, és vannak nehéz helyzetben lévő, egykor nagyobb dicsőségben, nagyobb közösségben működő gyülekezeteink, amelyek komoly nehézségekkel küszködnek. Az ünnepi istentiszteleten iktatták be Polgárdi Sándort, aki második alkalommal lett a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese. Ez az egész Magyarország Evangélikus Egyház életében egyfajta mérföldkő 2012, mert egy 6 éves ciklus elé nézünk, és
az a bizalom, amellyel megajándékoztak az egyházmegye gyülekezetei, azt jelenti, hogy felelősséget vállal az ember a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyében folyó szolgálatokért és azokért a gyülekezetekért, amelyeknek a gondjait, örömeit egyaránt reánk bízták. Másrészt visszautalva a 4 évvel ezelőtti eseményre, az tényleg is szintén egy nagyon szép alkalom volt, kettős ünnep, mikor lelkészként iktattak be és esperesként. És hát itt ez az új időszak azt jelenti, hogy az ember egy program mentén szeretne haladni, és ha megállunk, akkor azt vesszük észre, hogy lassan-lassan közeleg a reformáció 500. évfordulója, és ez az idei esztendő, a 2012. év a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye életében azt is jelenti, hogy abban a területi formában és azokkal a gyülekezetekkel együtt, amellyel él és működik, 2012-ben bicentenáriumot ünnepel, tehát 200 éves. Polgárdi Sándor esperesi székfoglaló beszédében az ifjúság és a fiatalok, fiatal családok megszólítására, a találkozók, konzultációk szervezésére, a kapcsolattartás szorgalmazására, az átláthatóságra, testvériségre és a jó rend kialakítására helyezte a hangsúlyt. Mint mondta, ezekre szükség van ahhoz, hogy az egyházmegye 26 anyagyülekezete jól működhessen. A célunk az, egy esperesnek is, az egyházmegye lelkivezetőinek, hogy ahol eddig szolgál lelki pásztor, oda az elkövetkezendő időszakba is küldjünk. És itt a pápai gyülekezetben mi várva várjuk azt az időszakot, hogy azt a luteránus sziget építését el tudjuk kezdeni, másrészt pedig, amit a székfoglalomban is hangsúlyoztam, és ez minden gyülekezetünk gyülekezeti programjába, gyülekezet építésével foglalkozó koncepciójába kell, hogy szerepeljen, a fiatalokkal és a családokkal való széleskörű programok kialakítása, és ez kell, hogy az elkövetkezendő 6 esztendő programjának fókuszában legyen, és minden bizonyal Istennek áldja a munkánkat. Ezen az alkalmon iktatták be Henn László egyházmegyei felügyelőt, valamint a megválasztott tisztségviselőket is. Az ünnepi istentisztelet után közgyűlésre várták a híveket. A reformkori pápáról szervezett konferenciát a Veszprém megyei levéltár pápai levéltára. A rendezvényen többek között városunk korabeli egyesületeiről, gazdaságáról és a városrészek egyesítéséről hangzottak el előadások. 1842-ben a három pápai városrész, az alsó, belső és felső város egyesült. Ezen évforduló kapcsán már korábban összeállítottak egy kiállítást a levéltárban, most pedig egy konferenciát szerveztek, melyen az új kutatási eredményeket ismertették. Dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntője után az első előadó, Bana József, a reformkori Győrről beszélt, mely, mint kiderült, a korszak második legdinamikusabban fejlődő magyar városa volt. Hudi József a korabeli pápai egyesületekről tartott előadást. Pápán 1830 és 48 között tucatnyi egyesület működött, meglepő a szám, mert országosan a kulturális egyesületeknek a száma, kaszinók, olvasótársaságokat értjük ez alatt, nem érte el a 600-at a történészek becslése szerint, tehát pápa előkelő helyen szerepel a országos városi kulturális ranglistán, ha ilyet egyáltalán felállítanak valamikor. Jellemző az, hogy az egyesületek nem működtek az egész reformkori időszakában, hanem megszűntek, és más formában viszont újjáalakultak. Kivétel ez alól a kaszinó volt, mely 1934-ben alakult meg, és 1944-ig kisebb megszakítással folyamatosan működött. Igazi kulturális központ volt ez. Remek könyvtárral, magyar és idegen nyelvű folyóiratokkal. A kaszinónak jelentős könyvtára volt. A reformkor végén a kötetek száma, folyóiratok, bekötött folyóiratok és kötetek száma már meghaladta az 1000-et, és ennek javarésze szép irodalom, útleírás, politikai irodalom volt, amely egy korszerű
európai tájékozódást biztosított a kaszinó tagjainak, tehát nem csak magyar nyelvű, hanem német, francia, olasz nyelvű hírlapokat, folyóiratokat, könyveket is beszereztek. A kaszinó azért volt jelentős, mert az tehát a viszonylag jelentős tagdíj befizetésével olyan kulturális szolgáltatást tudott nyújtani, nem csak a könyvtár, a bálok szervezésében, hanem a társadalmi élet egészét is megszervezte, tehát honi ipartpártoló egyesületet is, egy fiók egyesületet is létrehoztak például, és számos más kezdeményezést is támogattak, a Nemzeti Színházat, a Pesti Nemzeti Színháznak a fenntartásához is hozzájárultak. Tulajdonképpen minden nemzeti jelentőségi ügyhöz a kaszinó hozzájárult, külön gyűjtést szerveztek a kaszinó tagjai körében, és jelentős összegeket támogatták az országos kezdeményezéseket. Pápán tevékenykedett még többek közt Philadelphia Tanáregyesület, Kollégiumi Olvasótársaság, Zeneegylet, sőt Agarász Egylet is. Volt például Agarász Egylet, amely egy vadásztársaság volt, de ebbtenyésztéssel is foglalkozott, tehát ebb szépségversenyeket is tartottak a korabeli sajtóbeszámolók alapján, és két ilyen vadásztársaság is működött, egy veszprémi tagokból álló, és egy veszprém és Győr megyei hatáskörrel működő. Hát nyilván, hogy itt az ugodi erdő területén, tehát az Eszterházi birtokokon, vagy más köznemesi birtokokon tartott nagy vadászatokon volt ennek jelentősége, de kulturális szempontból is lényeges lehetett, hiszen a vadászat után összejöttek és kaszinóztak, tehát a kaszinónak a szerepét is betöltötték ezek az agarász egyletek. A harmadik előadó Jakab Réka volt, aki pápa gazdaságáról beszélt. Külön kitért a zsidóság szerepére, hisz ekkor még nagy létszámú közösségük élt itt. Kezükben összpontosult többek közt a fuvarozás, de a messze földön híres pipagyár is szintén zsidó tulajdonosú volt. Katona Csaba, pápa és a füredi fürdő kapcsolatáról szólt, Petrik Iván pedig az 1842-es város egyesítési szerződés előzményeiről és részleteiről beszélt. Hát ugye 1730-ban és 32-ben két örökös szerződés kötött a város földbirtokos Eszterházy Ferenc a három városrészsel, alsó, felső és belső várossal, és ennek hatására ez a három városrész külön igazgatás alá került, külön élte az életét. Ez alatt a 100 év alatt, ugye 1840-es évekig, ez a három, a két külső város jelentősége átalakult, megnőtt, a lakosság száma és a területe is, a gazdasági szerepe is. És a 19. század elejére gyakorlatilag ez a különállás már idejét múltá vált, nem volt értelme fönntartani, a város egysége jelentett igazán kitörési pontot. És ezt kellett aláhozni, hogy létrejön egy egységes város, ami gyakorlatilag megalapozhatta a város polgári fejlődését. A pápai fióklevéltár épp úgy, mint minden eddigi konferenciáról, a reformkori pápa életét feldolgozó előadásokból is szeretne megjelentetni egy kiadványt. Múlt hétvégén helyezték ki az új szelektív hulladékgyűjtő konténereket a város különböző pontjaira a Közszó Kft. Munkatársai. A Tiszta Európa program keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként már több mint 50 szelektív hulladékgyűjtő sziget van Pápán, ahol a lakosok a papír, műanyag és üveghulladékot elhelyezhetik. A szelektív szigetek üzembehelyezését hamarosan a hulladékszállítás és kezelés rendszerének megváltozása követi, hiszen július 1-től megkezdi működését a Királyszent Istváni regionális hulladéklerakótelep. Anna tér, Adi sétány, Mézes Kalács utca, Mező utca, Győri út. Csak néhány a 34 helyszínből, ahol a Közszolg Kft. Új szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyezett üzembe. Az elmúlt időszakban már régebben beüzemelésre és üzemeltetésre került 18 darab sziget, ezek továbbra is üzemelni fognak, illetve ennek a projektnek a keretében a város területén 34 darab új szigettel egészült ki, tehát így összességében 52 szigeten lehet a szelektíven gyűjtött hulladékot elhelyezni. A hulladékgyűjtő szigeteken papír, műanyag és üveghulladék szelektív elhelyezésére van lehetősége a lakosoknak.
A közszolgáltató cég vezetője úgy fogalmazott, a korábban üzembe helyezett gyűjtőszigeteknek nagy a kihasználtsága, és ezt várják az újonnan telepített szelektív gyűjtőktől is. Biztos, hogy növekedni fog a szelektív gyűjtési hajlandóság, hiszen azzal, hogy sűrűsödik ez a hálózat, sokkal közelebb kerül az egyes háztartásokhoz a szelektív gyűjtősziget, tehát könnyebbé válik a egy-egy háztartásból eljuttatni a szelektíven gyűjtött hulladékot ezekbe az edényekbe. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek tartalmát épp úgy, mint a lakossági hulladékgyűjtő edényekből kiürített szemetet, július 1-től a Szabó Dezső utcai telephelyre szállítják, hiszen az új hulladék átrakó és válogató üzem ekkor kezdi meg működését. Július 1-től, illetve 2-ától, mert ez hétfő, egy teljesen új rendszerben fog történni a hulladékoknak a szállítása. Ugye az eddigi gyakorlat az utóbbi 1-2 évben az volt, hogy a téglagyári úti telepünkön egy ilyen nyitott technológiás átrakással került a lakosságtól begyűjtött hulladék konténerekbe, és ezt Ajkára szállítottuk, ottani lerakóban tudtuk elhelyezni. Ez most júliustól teljesen megváltozik. Itt a Szabó Dezső utcai telephelyen történik majd egy átrakás, tehát a gyűjtőjáratok ide hozzák be a begyűjtött szemetet. Itt egy korszerű zárt technológiás átrakó berendezéssel ezek zárt konténerbe tömörítve kerülnek átrakásra. Ezeket a konténereket pedig az új Királyszent Istváni hulladékkezelőtelepre fogjuk szállítani. Ami nagy különbség még, hogy eddig a begyűjtött kommunális hulladék gyakorlatilag teljes egészében lerakásra került egy lerakóban. Királyszent Istvánon ez egy újabb válogatáson fog átesni, úgynevezett MBH technológiával fogják válogatni. A beszállított hulladéknak a nagyobb része valamilyen formában újrahasznosításra kerül. Ez részben komposztálást jelent, részben amit lehet ipari nyersanyagként fognak tovább értékesíteni, és csak egy viszonylag kisebb hányada kerül egy lerakóba, ami viszont szintén egy nagyon korszerű, egy szigetelt lerakót kell elképzelni, ami a környezetet semmilyen formában nem terheli. Az elsődleges számítások szerint Pápáról naponta 2 fordulóval szállítják majd el a tömörített hulladékot Királyszent Istvánra a 33 köbméteres konténerekben. A szelektív hulladékgyűjtőkből összegyűjtött szemét a válogató csarnokba kerül, ahol az elsődleges válogatást követően bálákba tömörítve szállítják el további feldolgozásra, újrahasznosításra. Az eddigi gyakorlatban a téglagyári úti telepen a szelektíven begyűjtött hulladékokat mindenféle válogatás nélkül adtuk tovább hasznosítónak. Itt az új telepen viszont egy válogatási technológián fognak keresztül menni a szelektíven gyűjtött hulladékok. Ez különböző szelektív hulladékok esetében mást és mást jelent. A Tiszta Európa program keretében július 1-től életbe lépő hulladékkezelési változások érinthetik a lakossági hulladékszállítás rendjét, időpontjait. Erről a Közszolg Kft. A helyi sajton keresztül tájékoztatja majd a lakosságot. Az Európai Uniós program keretében az idei évben további fejlesztések is várhatók Pápán, az Észak-Balatoni térség regionális települési szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás tagjaként. A július 1-i időpont után, de valószínűleg az év végéig tervezzük egy inert lerakónak a kialakítását is. Tulajdonképpen a téglagyári úti telep ebben a formájában megszűnik. Július 1-e után elindulhat az úgynevezett rekultivációja a telepnek. Az inert lerakót a megszűnő téglagyári úti telep mellett alakítják ki. Az inert lerakónak az a lényege, hogy azokat a hulladékformákat lehet elhelyezni, amelyeket ugye jelenleg a kukákban nem szabad beletenni. Ez ugye főleg az építési törmelék és az úgynevezett zöld hulladék. Emellett további hulladéktípusok fogadására is lesz lehetőség a városban. A Szabó Dezső utcai telepen ugyanis hulladékudvart alakítanak ki. Az ősz végére, ugyancsak a Tiszta Európa program keretében, várhatóan szeptember végére, október elejére egy hulladékudvart is ki tudunk alakítani, amelynek az a lényege, hogy alomtalanításban nem szereplő veszélyes anyagokat, elektromos hulladékot, gumit itt el tudja a lakosság helyezni. Az alpolgármester úgy véli, az új hulladékszállítási és kezelési rendszer nem csak a lakosság által elérhető szolgáltatások körét szélesíti, de jelentős környezetvédelmi előrelépést is eredményez. Hát elsősorban környezetvédelmi előnyei vannak, hiszen a programnak is, a Tiszta Európa programnak is az a célja, hogy szakítsunk a régi
mondjuk, hogy már elavult hulladék lerakó hely képével, és egy modern hulladékkezelési rendszer kerüljön bevezetésre. A szelektív hulladékgyűjtésnek pedig ebben a formájában az a jelentősége, hogy nem csak a környezetet tudjuk ezzel védeni, hanem a szelektív gyűjtés hozzájárulhat ahhoz is, hogy ezeket a hulladékokat az újrafeldolgozásra képessé tegyük, válogatás után egy olyan tiszta alapanyag álljon elő műanyag és papír vonalában, amelyet akár értékesíteni is lehet. Az üveg vonalában ez egy kicsit bonyolultabb, de ugyancsak megoldható. A Tiszta Európa program a térség 158 települését érinti. Az önkormányzati társulás komplex hulladékgazdálkodási rendszere hozzájárul a régió környezeti szennyezettségének csökkentéséhez, és biztosítja a környezetbarát hulladékkezelést. Közel 14 millió forintot nyertek a csótiak a katolikus templom tetőszerkezetének és lábazatának felújítására. Az új Magyarország vidékfejlesztési program keretében megvalósult beruházásra égető szükség volt már, hiszen nagyobb vihar idején életveszélyes volt a tető közelében tartózkodni. A csóti katolikus templomot még Eszterházy Károly építette, hasonlóan több környékbeli templomhoz. Bár az utóbbi időben voltak kisebb felújítások, a teljes tetőcsere halaszthatatlanná vált. Látszott bőven, hogy nagyon megrongálódott, sőt régebben a kupcserepek is mind le voltak esve, csak még azt azért legalább ki, annyi pénzünk volt az előző felújításnak, hogy akkor azokat kijavítgattuk, hogy legalább ne essen szét. De már volt olyan pont a hitoktatónak, hogy éppen a kocsijának a tetejére esett egy kupcserép, jó behorpadt szegénynek. Szóval azért tényleg veszélyes volt, nagyon jó pár, minden szélnél izgulni kellett bizony, hogy nem okoz-e valami bajt. A sikeres megvalósulás érdekében előre dolgoztak a csótiak. Írták magát a pályázatot, és akkor Lideren keresztül a Somló Marccal mente Bakonyai a Lider akciócsoporton keresztül. És mielőtt helyben vannak viszonylag Pápán, és hát itt a környék falvaiból is többen bennek, annak a vezetőségbe, hát ők mind felkarolták így az ötletet, úgyhogy alapvetően nyilván nekik köszönhetjük, meg Menyhár Tibor úrnak, aki azért nagyon jó szándékkal tekint a környékben az ilyen felújításokra, úgyhogy és alapvetően nekik köszönhetjük, hogy beindulhatott. Tudjuk néha megmaradni az Európai Uniót, tehát azért ez egy másik oldala, hogy azért már nagyon sokat köszönhetünk neki. Már több templomunk megújult így az Unió támogatásával. Úgyhogy mindenképp köszönet a lehetőségért és a pályázat elnyerésért is mindazoknak, akik támogatták. 13.993.916 forinttal támogatták tetőzetünknek is a templom lábazatának a rendbehozatalát. És hát persze utána az én nagy munka volt, bár próbáltunk előre készülni, már mikor hallottuk, hogy egyáltalán talán lesz lehetőség, hogy akkor már elvégeztettük az ilyen faanyag szakértői vizsgálatokat, statikai vizsgálat, és amikor lehetett, akkor gyorsan a tervet is, és hát akkor sikerült időben beadni a pályázatot is rá. Hát majdnem kereken 14 millió forintot nyertünk, hát azért túlléptük ezt a keretet. Nem volt benne néhány dolog, villámhárító, meg pár dolog még, amivel úgy azért túlmentünk rajt. Tehát az érsekség is támogatott bennünket 2 millió forintot. Nagyon nehéz időket élünk, úgyhogy hát sokan adtak a forintjaikból, de hát főleg olyanok, akiknek nagyon kevés van. Úgyhogy hát így nem túl sok. De hát ez várható is volt, hogy nem 100 000-es nagyságrendű körülbelül, ami így összejött a faluból eddig. Horváth Tamás plébános köszönetet mondott mindenkinek, akik hozzájárultak a felújítás sikeres végrehajtásához, majd jelképesen megáldotta a munkájukat és a templomot.
Fodrászszalonná alakult az Acsádi Ignác szakképzőiskola tanműhelye a 14 végzős fodrásztanuló gyakorlati vizsgája idejére. Az írásbeli vizsgát követően a diákok június 12-én adtak számot gyakorlati tudásukról, a szóbeli vizsga pedig pénteken volt. A közel 6 órás gyakorlati szakmunkás vizsgán 7 frizurát kellett elkészíteniük a tanulóknak. Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával zárult a fodrásztanulók 3 éves képzése. Ez utóbbit múlt héten tartották az iskola gyakorlati termében. S míg a képzés alatt teljesített szintvizsgán babafejen dolgoztak a diákok, addig a tanulmányaikat záró szakmunkás vizsgán már modelljeiken mutatták be tudásukat. 7 feladatból áll: a férfi klasszikus frizurát, férfi divat, női alaphajvágás, női divat frizura, Marcel Viszulám és az alkalmi konykészítés, amit most készítenek a diákok, az az utolsó vizsgafeladatuk. Az elméleti oktatásvezető úgy látja, a 14 idei végzős fodrásztanuló elsajátította a szakma alapjait. Eléggé jól felkészültek a diákok, igaz, hogy vannak apró hiányosságok, de azt az évek során fogják majd a saját kárukon esetleg megtanulni, de még elég sok miatt kell tanulniuk azért a kinti életbe, meg nagyon sok képzésre kellene nekik járni ahhoz a továbbiakba, hogy tényleg sikeres fodrászok legyenek, mert ez csak egy alapképzés, amit megkapnak, de utána azért tovább kellene fejleszteni ők magukat. Újságokból, különféle kiadványok szerint ugye a divattal tisztában kell, hogy legyenek. Mert amit most megtanulnak, az a 2012-es divat, de utána ugye az évek során azért nagyon sokat változik, és tisztába kell nekik lenni vele. A vizsgafeladatok a fodrász szakma teljes palettáját felvonultatták, a tapasztalatok szerint pedig a klasszikus frizurák elkészítése a legnehezebb a tanulók számára. Részben azért, mert ez igényli a legnagyobb tudást és precizitást, részben pedig azért, mert ma már ezzel találkoznak legritkábban a külső gyakorlati helyül szolgáló fodrászszalonokban. Márpedig a klasszikus hajvágás a fodrászat alapja, mondta el a vizsga elnöke. A legnagyobb feladatot a férfi klasszikus frizura elkészítése jelenti. Ugye mostanában nem nagyon vannak ilyen természeti frizurák, és hát ezt kevésbé tudják gyakorolni, tehát ez az a mumus, amit hát tulajdonképpen a diákok ettől félnek. A vizsgamunkákat több szempont alapján értékelte a bizottság. Tulajdonképpen központilag elő van írva, hogy mire kell a diákoknak is ügyelni, és nekünk is, hogy mit követeljünk. Például a hajvágásoknál nagyon számítanak ezek a trendek, mert tulajdonképpen azt tartja a fodrász szakma, hogy egy jó hajvágás az egy jó frizurát is ad. Van az alaphajvágás, ott nem lehet mindenféle szerszámot alkalmazni, viszont a másiknál pedig szabad. A vizsgafeladatoknál ellenőrizték a hajfestés precizitását, a divatfrizuráknál és kontyoknál pedig az is számított, hogy a hajviselet harmóniában legyen a modell arcával. Felkészültek, de hát a mumus sok, már bocsánat, ezek az úgynevezett klasszikus frizurák, illetve hát a hajvágások, hát ebben még van mit fejlődniük a diákoknak. Ezen kívül van a Marcel hullám, nagyon szép hullámokat látunk, ezért külön meg is dicsérem a diákokat, és hát remélem, hogy a kontyok is kiválóak lesznek, ami hát most készül. A kontyfésüléssel végül elégedett volt a vizsgabizottság elnöke. A diákok a legkülönbözőbb alkalmi frizurákat készítették el. Ki fonás alapú, kitornyozott, egymásra hajlított tincsekből készített kontyot, és előkerültek a díszes csatok, tüllök, virágok is. Nagyon szép fiatal lányoknak való kontyviselet, amely szintén megfelel az erőírásoknak. A csat nem látszik, de a díszítő elemek igen. És hát nem utolsó sorban nagyon jól áll a modellnak. Katona Martinát, a vizsgázók egyikét arról kérdeztük, számára melyik volt a legnehezebb feladat. Hát az alaphajvágás, meg a vízhullám. A többi talán úgy
elment. Ez a konty nagyon látványos, nagyon szép. Ez hogy készült? Hát, úgy készült, hogy elválasztottam ketté, és akkor két gumi van benn, és az ujjamra rácsavartam, és így deraktam őket ilyen kis szép alakba. A gyakorlati vizsga minden fodrásztanulónak sikerült, és azóta már a szóbelin is túl vannak az acsádi végzősei. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával rendezte meg idén a Hajdúböszörményi Veres Tehetségpont nevű szervezet a Diamond vetélkedőt. A verseny célja az anyanyelv és az informatikai eszközök használata a magyar kortárs kultúra által. A vetélkedőre a Pápai Gazdasági Szakképzőiskola és Kollégium tagintézményéből, a Mezőből három csapat is nevezett, Szalóki Katóni László Mária felkészítésével, s közülük kettő az országos döntőbe is bejutott. A középiskolai csapat 5. helyezett lett, az Irodalom-Birodalom nevű szakiskolai csapat pedig kategóriájának győzteseként térhetett haza. A Diamond irodalmi vetélkedőre az iskola könyvtárosa bukkant rá. Ő szervezte meg a három csapatot, melyek közül kettő a 144 csapatos országos mezőny döntőjébe is bejutott. Úgy hozta a sors, hogy szerencsénk is volt egy kicsit. A három csapatból kettő jutott tovább, de a harmadik is tovább jutott volna, akkor lett volna gond, mert a három fős csapatból ketten pont ugyanazon a napon Szegeden vettek részt egy másik országos versenyen. Én azt gondolom, hogy ez igazi csapatmunka volt. Volt olyan alkalom, amikor a hat diákkal együtt tudtunk készülni, de többnyire csapatonként tudtuk megoldani az órabeosztásuk miatt a felkészülést. A felkészítő szerint a versenyen az ötletesség épp oly sokat számított, mint a tudás. Megismerkedtek négy új novellával, amit nem ismertek, még eddig két Kossuth díjas szerzőnek a műveiről van szó, Ág István és Sánta Ferenc két-két novelláját ismertük meg, illetve hát ezentúl kompetencia alapú feladatok voltak, kreatív feladatok voltak, egy kicsit kitekintés volt az irodalomból, illetve ami célja volt még a feladat a versenynek, hogy az informatikát és az irodalmat a kortárs irodalom kapcsán összekapcsolja. Cigler Vivien, Gáncs Hortenzia és Zámbó Regina. Ők alkották a mező középiskolai csapatát. Informatikai feladatok voltak az első fordulóban, el kellett olvasni a novellát. Itt készíteni kellett rajzokat, kérdéseket tettek fel belőlük, és ezeket kellett elküldeni, és Macsi néni küldte el őket. Uh-huh. Utána mentünk az országos versenyre, már tovább jutottunk. Itt voltak először, kellett készíteni egy kis videót, amit ott mutattak be, és kellett készíteni egy dobozkát, amit az egyik novellából készítettünk. És hát bőrönd volt. Az egyik szereplőnek több helyen járt, és mindegyik helyről dolgokat kellett beletenni. Például volt a sörkertben Budapesten, és onnan kellett sörrel átétet, vagyis hát mi döntöttük el, hogy mit rakunk bele. Az országos fordulót Hajdúböszörményben rendezték meg. A döntőben kategóriánként 10-10 csapat vett részt. A mezőszak közepesei az 5. helyet szerezték meg. Nehéz volt végül is. Ami mezőnyünké. Miért volt nehéz? Hát a többi csapat miatt, mert ők is elég jól készültek, meg jól tudtak mindent is. Volt, amiben ők voltak jobbak, volt, amiben a mi csapatunk volt jobb. Boros Anikó a szakiskolai győztes csapat tagja. Mint mesélte, nem tudta előre, miről is szól a verseny. Marcsi néni invitálására állt be Hodászi Patrícia és Sági Károly mellé. Anikó jó érzéssel emlékezik vissza a versenyre és az azt megelőző felkészülésre is. A második fordulóban kaptunk előzetes feladatot, egy bőrönd elkészítés egy szipős dobozból, az egyik novella alapján, a másik novella alapján pedig kisfilmet kellett készítenünk, a Pápai Hús 1913 Kft. Jóvoltából egy kisboltban tudtuk ezt véghez vinni, a Pápai TV segítségével. E két előzetes feladat volt a beugró a döntőbe, s mint a csapat eredménye mutatja, remekül sikerült mind a kettő. A döntőben aztán újabb feladatok vártak a csapatokra. A bőrönünket be kellett mutatnunk, és keresni kellett internetes úton a zírókkal kapcsolatos dolgokat. Aztán volt olyan feladat, aminek az volt a címe, hogy állókép. Ez egy olyan feladat volt, hogy szituációs feladat, egy ember beszélt, a másik kettő pedig eljátszotta azt, amit a harmadik beszélt.
és igazából erre nagyon nem tudtunk felkészülni, de azért szerintem jól sikerült. Aztán eljött az eredményhirdetés ideje, gondolom, ahogy ez már a klasszikusoknál szokott lenni, visszafeléről mondják a helyezéseket. Hát én a kezemet tördeltem, izgalmamban, hogy most mi lesz. Aztán végül is mondták a harmadik helyezést, és a csapattársam olyat ejtett el, hogy mi van, mi nem kaptunk helyezést. Aztán mi megmondtuk neki, hogy de, kaptunk helyezést, mi lettünk az elsők. A viccesnek szánt mondat valósággá vált. A mezőszakiskolai csapata megnyerte a versenyt. Nekem nagyon nagy sikerélmény, mert nem tudom, szakiskolai kategóriában indultunk, és első helyezés, országos első helyezés irodalomból, azért az mégiscsak nagy szó nekem. Anikó egyébként mindkét fordulóról cikket írt. Az első olyan sikert aratott a zsűri tagjai között, hogy a döntőn fel is olvastatták vele. A versenyről szóló másik írása pedig megjelent a Veszprém megyei lapban. És végül íme a kisfilm, mely a szakiskolai diákok szereplésével és rendezésében, a Pápai Hús 1913 Kft. Közreműködésével a Pápavárosi Televízióban készült, és hozzásegítette Anikóékat a győzelemhez. Kérek egy fél kiló tepertyűt, egy kiló kenyeret, és egy csomag vajat is hozzá. Vajat? Vajat. Mit ötöttetek letek? Tudjam, a fizetés volt, és viszek haza valamit a családnak is. Engem tetszik nevetni? Hány éves vagy? Én 16. No, vedd el a csomagodat. Tessék vissza. Tessék. Kiváló versenyeredményekkel zárja a tanévet a Tűr István Gimnázium és Kollégium. Az országos tanulmányi versenyeken az intézménynek számos diákja indult, s jelentős számban nyújtottak közülük kiemelkedő teljesítményt, azaz értek el rangos helyezést az országos mezőnyben. Sikeres évet zárt tanulmányi versenyeredmények tekintetében is a Tűr Gimnázium. Kiválóan szerepelt idén is az iskola az országos középiskolai tanulmányi versenyeken. Igazából ez olyan, mint a sportban az olimpia, tehát ez a legkomolyabb megmérettetés. Hogyha itt sikereket érünk el, az különösen fontos az iskola számára, hiszen az országos összehasonlításnál a gimnáziumok sorrendjében az OKTV-ken szerzett eredmények, azok fontos szerepet töltenek be. Az OKTV azért is jelentős, hiszen több ezer diák indul egy-egy tantárgyból ezeken a megmérettetéseken, és már a második fordulóba bekerülni is dicsőséget jelent, hiszen a második fordulóba az induló diákoknak maximum 10%-a kerülhet be, így aki erre a szintre eljutott, az már egy komoly tudással rendelkező diák. A háromfordulós OKTV második fordulójába 28 tűrös diák jutott be 8 különböző tantárgyból. Történelemből, filozófiából, kémiából, biológiából, földrajzból, magyar nyelvből,
németből, informatikából is kerültek be diákjaink a második fordulóba. Az országos döntőbe 8 diák szerepelt a Türből, közülük filozófiából Mészáros Dorottya 3., Maróti Fanni 5., Németh Anna 9., Csurgai Anna 10. helyet szerzett. Földrajzból Kertész Dávid a 14., informatikából Zsuponics Márk ugyancsak a 14. helyen végzett. Azért gondoltam, hogy megpróbálom, mert filozófiából szerettem volna érettségizni, és ez egy jó felkészülés is volt, meg természetesen Gröber tanár úr miatt is, hiszen nagyon jó tanárnak tartom, és ezért gondoltam, hogy jelentkeznem kell. Két forduló volt előtte, a szóbeli előtt, egy tesztes, utána esszét kellett írnunk, majd a szóbeli, és azután volt a diátadó. Mi volt a témád? A szabadságot választottam, a szabadságról kellett írni, végig kellett vezetni a filozófia történetben, hogy ki mit gondolt a szabadság fogalmáról. Te mit választottál? Én a test és a lélek dualizmusát, ami egy igen összetett téma, de hát szerencsére jól sikerült. Milyen jelentőséggel bír az a te tanulmányait során, hogy most sikerült ezt a remek helyezést elérni, esetleg a pályaválasztásodat befolyásolja-e? Hogy őszinte legyek, nem nagyon, hiszen a filozófia nem számít bele a pontokba, de mindenképpen a világ szemléletembe segített a filozófia tantárgy. Én az eszék közül egy Nietzsche idézet alapján kellett kifejteni, hogy mit gondolok a metafizikáról, illetve a metafizikáról, melyik filozófus mit gondolt a filozófia történet során. Én a 9. helyezést értem el az országos versenyen, és ez számomra nagy jelentőséggel bír. Ugyanis tavaly mozgókép és médiaismeretből is 9. helyezést értem el, és hát úgy tűnik, hogy én nagyon belőttem ezt a 9. helyezést, de nekem ez nagyon jelentős. Én az északi középhegységnek a vulkánjairól készítettem egy ilyen pályamunkát, és utána pedig a döntőbe pedig ezt a pályamunkát kellett megvédeni. Igazából már általános iskolás korom óta rendszeresen indulok különböző informatika versenyeken. Szüleim mind a ketten matematika, fizika és informatika tanárok, úgyhogy igazából ez családból jött. Elég sokat gyakoroltunk Rostali Attila tanár úrral és Husekné tanárnővel, meg otthon is azért elég sokat kellett gyakorolni, de igazából annyira nem volt megterhelő. Az OKTV-n kívül más országos versenyeken is kiváló eredményeket értek el a tűrösök. A Budapesti Műszaki Egyetem energetikai versenyén a 2. és a 3. helyet is megszerezték. A Lesz Nándor földrajzversenyen 3. és 11., a Kozma László informatika versenyen 5., a Fülemüle országos informatika versenyen 2. helyezést értek el. A Helikonon is kitűnően szerepeltek a TÜR diákjai, 3 fődíjat is elnyertek. Vízer Dávid komoly zene szólóének, Varga Benedek képzőművészet fotó, Tegyi Kornél vers és prózamondás kategóriában bizonyult a legjobbnak. De külön díjasuk is lett, komoly zene hangszerszóló kategóriában, Takács Ákos személyében. A kiemelkedő versenyeredmények is azt bizonyítják, a TÜR gimnázium nagy gondot fordít a tehetséggondozásra, az iskola tavaly óta regisztrált tehetségpontként is működik. Tehetségpontként nagyon figyelünk arra, hogy a tehetséges diákjainkat továbbfejlesszük, a tudásokat gyarapítsuk, és ösztönözzük őket arra, hogy folyamatosan készüljenek, tanuljanak, fent tudjuk tartani a kitartásukat. A tehetséges diákokkal való munka az nem könnyű feladat, túlmutat a szokásos iskolai kereteken, több munkát igényel a pedagógustól, a diáktól egyaránt. Mi nagy gondot fordítunk arra, hogy ezt a munkát fenntartsuk, hiszen fontos, hogy a TÜR gimnázium továbbra is az országos gimnáziumi listában az első 100-ban maradjon. Azt gondoljuk, hogy ez garancia arra, hogy a jelentkezők száma továbbra is olyan magas legyen, mint eddig volt, és garancia arra, hogy a TÜR gimnáziumból kikerülő diákok bekerüljenek felsőfokú oktatási intézményekbe. Ahogy az előző összeállításból kiderült, kiemelkedő versenyeredményeket produkált ebben a tanévben is a Tűr István Gimnázium. Az OKTV-n 4 diák jutott az első 10 közé, emellett több más tanulmányi versenyen is ott szerepel az iskola az országos ranglista élén.
A természettudományi versenyek közül az intézmény már évek óta több csapattal is indul a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai versenyén, melyen tavaly és idén is megszerezték az országos második és harmadik helyezést is. A Budapesti Műszaki Egyetem negyedik alkalommal szervezte meg energetikai versenyét, melyen a tűrösök már harmadszorra indultak, több csapattal is. Az elmúlt három évben 3-4, illetve 5 csapattal jelentkeztünk, mindig bejutottunk az országos fordulóba több csapattal is, idén 4 csapatból, mind a 4 csapat bejutott a 208 csapatból. Idén második, harmadik, hetedik és nyolcadik helyezést értünk el. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes elindulni ezzel a versenyen, hisz a mérnöki pályára elég sokan jelentkeznek, és úgy látom ma már, hogy az energetika hétköznapi életünkben is nagyon nagy szerepet játszik. Az órai tananyagon túl mennyivel kíván plusz tudást ezen a versenyen való részvétel, és hogyan oldják ezt meg? Rengeteg ismeretre van szükség, hát részben én beszélek ezekről az ismeretekről, illetve könyveket, meg főleg videókat az interneten ajánlok a gyerekeknek, itt többek között a Mindentudás Egyetemére gondolok, illetve az ELTE-nek van egy honlapja, a Galileo Webcast, amelyben nagyon sok hasznos anyag van az energetikán kívül is. Fekete Zsófia, Balog Mihály és Varga Benedek, illetve Marton Gergely, Pető Alex és Vági Petra alkotta azt a két tűrös csapatot, mely felváltva szerezte meg tavaly és idén az országos második és harmadik helyet. Ez a verseny eléggé különleges, eltér a többi versenytől. Mindenféle különleges feladatokat kell megoldanunk, és nem az a szokványos kérdésfelelet, ami a versenyeket jellemzi, hanem gyakorlati feladatokat is meg kell oldanunk, és a tudást, amit a felkészülés során szereznünk kellett, azt itt nagyon tudtuk kamatoztatni. A felkészülés internetes keresések, meg hatalmas mennyiségét jelentette tulajdonképpen, rengeteget olvastunk a témában, átgondoltuk azt, hogy mit csináltunk tavaly, hiszen nagyon hasonló volt a kihívás idén is. Összesen talán egy ilyen 15-20 munkaórán van nekem ebbe az egészbe, ami, ha belegondolunk, nem olyan nagyon sok. A helyezésnek nagyon örülünk, mert nagyon keményen küzdöttünk, érte nagyon kemény volt a mezőny, és úgy gondolom, hogy ebben a mezőnyben a második hely az egy olyan dolog, amire maximálisan büszkék lehetünk, és azok is vagyunk. A tavalyihoz képest egy helyezést tudtunk javítani. A harmadik hely volt tavaly, nagyon kis pont különbséggel akkor is, és most is. Úgyhogy nagyon-nagyon szoros volt a verseny, nagyon élveztük akkor is, és most is. Az első feladat az egy teszt volt, a interneten kellett kitölteni. A második rész két esszé feladat, és az esszé során, tehát az esszé megírásának során különböző ismereteket kellett összegyűjtenünk az internetről és egyéb helyekről, és ezeket az ismereteket kellett felhasználnunk a harmadik országos fordulóban. Kétféle témát kellett használnunk. 2050-ben milyen üzemanyaggal hajtanánk meg az autókat, ez volt a téma, a másik pedig egy ilyen fiktív esszé volt, kreatív esszé, amiben különböző szavakat kellett felhasználnunk az esszé során. Úgy gondolom, hogy ebben a feladatban a mi csapatunk bizonyult a legjobbnak, hiszen a pontok ezt mutatták, a harmadik fordulóba első helyen jutottunk tovább. A legérdekesebb feladat számomra az esszénk bemutatása volt, vagy hát az esszénk megvédése szakmai zsűri előtt. Olyan kérdéseket tett fel a zsűri, ami tényleg el kellett gondolkodnunk, és be kellett bizonyítanunk, hogy igenis ez a helyes, és így kell a jövőben az energiát felhasználnunk. Nagyon érdekes volt, amikor videókat mutattak különböző fizikai jelenségekről, és fel kellett ismernünk, hogy mi történik, és el kellett magyarázni, hogy miért történik. Ez nagyon széles ismeretanyagot igényelt a csapatoktól, és itt a csapatmunka igazán előtérbe kerülhetett. Én villamosmérnöknek készülök, nagyon sok minden, amit itt megtanultam, amire itt szükségem volt, arra szükségem lesz az elkövetkezendő években is. Azokkal az emberekkel találkoztam ott az energetikai szakkollégium kollégáival, akik a jövőben nekem sokat segíthetnek majd, amihez talán csatlakozni is fogok, hogyha úgy alakul, hogyha érdekelni fog ez továbbra is. Úgyhogy ez egy nagyon jó betekintés volt, és nagyon jó kapcsolatokatra lehetett itt szert tenni. Elégedette a gyerekek teljesítményével? Igen, mindenképpen elégedett vagyok. Úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy jó versenyeredményt elértek, mindenképpen aki mérnöknek tanul tovább, tudja hasznosítani
az ismereteket, illetve a gondolkodásmódot, aki pedig esetleg van közöttük, aki orvosi pályára vagy másra akar menni, ők pedig úgy gondolom a hétköznapi életbe is tudják hasznosítani az energiagazdálkodás aktuális kérdéseit. Az utóbbi időben előtérbe kerültek a természettudományos műszaki pályák, ezért is jó, hogy a Türr Gimnázium már évek óta részt vesz és jól szerepel ezen a versenyen, mondta az igazgató. Azt gondoljuk, hogy fontos, nekünk is fontos, hogy a diákjainkkal megismertessük, megmutassuk nekik a mérnöki pályák szépségét, hasznosságát, eredményességét. És fel kell, hogy hívjuk a figyelmüket arra, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen nagyon sok nívós és neves képzés folyik. Szeretnénk ráirányítani a figyelmüket ezekre a képzésekre, ezekre a pályákra. Az idejében elmondhatjuk, hogy a mi iskolánk végzett a gimnáziumok versenyében az első helyen, tehát mi voltunk a legeredményesebb iskola, és ebben hogy ezért tárgyutalomban is részesültünk. Projektort kapott az energetikai versenyen a Türr Gimnázium, és a nyertes diákok is a könyvajándékok mellett értékes tárgyutalomban részesültek.